Műsorunkat az OTP Bank és a Gobi termék támogatja. Köszöntöm kedves nézőinket! A mai műsorunkban Csíkdán falvára és Madé falvára látogatunk. Megnézzük a LEADER pályázatokban megvalósított terveket, valamint bemutatjuk a nagybaconi közbirtokosság traktorát, és megismerhetnek egy felsőrákosi fiatal gazdálkodót is. Számítunk megtisztelő figyelmükre! Műsorunkat támogatja a Csík LEADER Egyesület. Egy közösség vezetőjeként mindig kell keresni azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehet fejleszteni. A LEADER-ben is próbálkoznak, mikkel. Igen, tehát a LEADER is egy lehetőségként jelentkezett itt Madéfalva életében is, habár meggyőződésem, hogy a LEADER az nem településre szól a nevében, és benne van az térségről szó, térségi együttműködésről, térségi fejlesztésekről. Ugye Romániában az első ciklus ez a LEADER-nek, azt mondom, hogy ez egy ilyen tanulási időszak volt, egyfajta zárkozási, hogy az együtt gondolkodásmód kezdjen elindulni, kialakulni. Ennek a fázisait vittük végbe ebbe a kiírásba is. Gyakorlatilag történtek meg kisebb-nagyobb projektek ezekből a kiírásokból, amit mi magunk döntöttük el, hogy mire szeretnénk kiírni. És ebből ugye Madéfalván is több kezdeményezés volt, amit itt az önkormányzat felkarolt, és tervek, majd projektek lettek belőle, így ahol most állunk itt a polgármesteri hivatalnak az udvarra környékének a rendezése, ez volt az első LEADER projekt, amit leadtunk, és sikeresen nyertesként jött ki ebből az önkormányzat. Épp a munkálatok most folynak itt, tehát valójában a hivatal környéke, parkolóhelyek, ülő alkalmatosságok, hirdetőtáblák, zöldövezet, ez fog kialakulni, rá is szorul ez a tér, úgymond a rendezésre. De mintha ez mostanig nem lett volna fontos, csak nem volt olyan nagy projekt, és amíg az alapinfrastruktúra községben nem volt meg, addig ezeket a dolgokat odébb tettük. Ezre jó lehetőség volt a LEADER. Hát ez egy kisebb pályázat, ami 30 ezer euró, és ebből próbáljuk ezt megoldani. Ugyanúgy hasznos, mint a vízcsatorna, bármelyik projekt, tehát mindegyik projektnek megvan a maga jelentősége és fontossága. Szintén ide tartozik ez az épülethez, hogy a régi álmunk az, hogy a fűtésrendszerüket korszerűsítsük itt a közelben, orvosi rendelő, turinformiroda, még egy iskola létezik, és az elképzeléseink az voltak, hogy egy fűtésrendszerre csatolni ezt az egész épületet, és minél úgy oldjuk meg a fűtés, hogy minél jobban a napenergiát, a természet adta energiákat tudjuk hasznosítani, főleg a napenergiát, és a fa aprítékot összegyűjteni mindenhol, a hulladékot beaprítani, és ezt ezzel fütteni. Ennek egy része tudott a LEADER-ből megvalósulni, mert egy kisebb keretösszeg volt erre elkülönítve. Ebből napkollektorokat vásároltunk a hivatal tetejére, egy tartányt, ahova melegvizet tárolni, több ezer liter melegvizet tárolni lehet, amiből melegvízre és fűtésre is rá tud segíteni. Ezzel csökkentve a fűtésnek a költségeit. Ez projekt már be van fejezve, sikeresen működik. Szintén jó lehetőség volt az, hogy a létező önkéntes tűzoltó alakulatnak is tudjunk egy kis segítséget nyújtani, hiszen nem igazán volt helyi forrásunk erre. Autónk az van, viszont szükség volt spéci ruházatokra, oxigénpalackokra, olyan felszerelésekre, amit a tűzoltók biztonságosan mehetnek és menthetnek, akár emberéletet, akár bármi más javakot. Tehát így sikerült egy 10 000 eurós projektből vásárolni áramfejlesztőt, ilyen spéci ruhákot, oxigénpalackot, amit a helyi önkéntesek használnak, és erre se volt, csak a LEADER-ben volt pályázati lehetőség, más intézkedésben nem igazán volt pályázati lehetőség. A
kultúrával is foglalkozni folyamatosan, épp így jött az ötlet, hogy a művelődési házban eléggé sok rendezvény van, azon kívül szabadtéri rendezvény is van, hogy egy hangosító felszerelést vásároljunk, hiszen eléggé sok pénzt költöttünk az utóbbi években az ilyen rendezvényeken a hangosításra, és úgy éreztük, hogy szükség van, hogy legyen saját, azt akkor használjuk, amikor kell, úgy, ahogy mi szeretnénk, és jóval költséghatékonyabban. Na, így sikerült egy kisebb pályázatot, több mint 7000 euró értékre vásárolni hangtechnikai eszközökkel, amivel most úgy a teremben a hangosítás megvan oldva, úgy, mint akármilyen kulturális vagy más rendezvény van a község területén, akkor szabadtéren is ezt tudjuk használni. Szintén nagyon hasznos és fontos volt ez a projekt is. Ami szintén úgymond lezárás alatt van, az egy napközit építettünk megyei önkormányzat, közbirtokosság, helyi tanács, tehát helyi pénzekből próbáltunk napközi otthont építeni, mert igény van rá, és az épület elkészült, viszont a konyha felszerelésre nem volt elegendő keretünk, és erre jött egy lehetőség, hogy a Lidernél pályáztunk 30000 euróval konyha eszközökre, gépsorra, és így sikerült a konyhát, a napközinek a konyháját felszerelni, ami azt jelenti, hogy eddig az ételt a városból hozták a gyerekeknek, hogyha meg talpra tudunk állni, akkor beindítsuk a konyhát, akkor az ősztől a gyerekeknek itt fog készülni helyben az étel, és akkor tudjuk még jobban a helyi terméket promoválni, erősíteni, a gazdákat rávinni arra, hogy igenis érdemes helyi termékekkel foglalkozni, óvni a helyi termékeket, főleg ami a hagymáról beszélek, ami spéci madéfalvi, hogy meghagyni az igazi jellegét, és ne a bevásárló központokba az eredetét nem ismert termékeket vásároljuk, hanem helyi termékből, helyi gyerekeknek az itthon maradásét dolgozunk. Tehát mindenképp a Líder az megalapozta magát, úgy érzem, itt Madéfalván, és úgy, mint gondolkodásmód, és úgy, mint projektek is. A Líder kapcsán is próbáltak pályázni. Mikre sikerült? Van négy pályázatot próbálkoztunk a Csík Lídernél, ebből kettő meg van valósítva, kettő folyamatban van. A legelső mi pályázatunk volt az a ravadalozó térrendezése, bekerítése a meglevő ravadalozónak. Az egy elvégzett munka alatt, szerintem elég tetszett, és biztos látták, hogy ma megjelent a Líder újságnak az egyik lapján, a másik pedig van egy tűzoltó felszereltség pályázatunk, amivel ruhákat vásároltunk a tűzoltóknak, védősisakot, vásároltunk gázmaszkákat és egy légzőkészüléket. Az volt én azelőtt, mielőtt polgármester lettem volna, ugye önkéntes tűzoltóként dolgoztam a hivatalban, mindig ez volt az álmom, hogy egy légzőkészülék legyen. Hál' Istennek most még soha nem kellett használjuk, de tudjuk azt, hogy egy lakástűznél, ha be kell menni egy gyerek, egy idős, valaki után, azt tudjuk, hogy ez nélkül lehetetlen. Tehát adja az Isten, hogy soha ne használjuk ott régi egyen meg a tűzoltóautóba, de mindenképpen ezt én fontosnak tartottam, hogy egy ilyen készüléket megvásároljunk. Mindez a többi ruházat mellett, ami az önkéteseknek az épségét és az egészségét próbálna védeni, nagy Isten tűz esetén. Van még két leadott pályázatunk, nyertes pályázatunk mind a kettő. Most van a közbeszerzés alatt van a kultúrotthonnak hangosítás, világítás. Ez újra fontos volt, mert van a községben jól működő ifjúsági szervezetünk, van tánccsoportunk, van vonózenekarunk, van fúvózenekar, van kórus, van egyházi kórus és katonakórus, és minden egyes alkalommal, amikor valamilyen előadást próbáltunk szervezni, vagy nem, hogy próbáltunk, hanem szerveztünk is, tehát nem próbáltuk, akkor mindig kellett valakitől kérni, bérelni, másik felé pedig a színpadnak a megvilágítása régi volt, nem látszottak az arcok, ugye kellett, árnyékosan látszottak, és akkor erre gondoltuk, hogy pályázunk egy ilyen felszerelést, nyertes a pályázatunk, most közbeszerzés alatt van, remélem, hogy maximum egy 60 nap alatt az is készen lesz, és van egy piac térrendezésünk, ami régi fájópontja a csíkdánfalviaknak, hogy Karcolván van piac. Van, aki örvend, van, aki nem örvend ennek, van, akinek ez jelenti az, hogy kimozdul esetleg, viszont rengeteg igény megfogalmazódott, hogy hát miért nem lát Dánfalvának is piaca, miért csak Karcolvának, miért csak
Madarason van piac, de Danfalván nincsen egy piac, és akkor van egy 10 aras területünk, ami a régi tűzoltószertár udvara volt, közben a tűzoltószertárt elköltöztettük a hivatalba, az külön udvarba volt, és az a fennmaradt területen próbálunk kialakítani egy piac teret. Az is közbeszerzés alatt van, az is ott van, hogy fenn van Gyulafehérváron, és ha a közbeszerzést elfogadtak, akkor akármelyik percen foghatunk neki a kivitelezésnek. Hát polgármester úr, ez a 4 pályázat is mind a közösségépítést, közösségformálást, a közösség érdekét szolgálja. Igen, mindenképpen ez volt az elsődleges cél is. Álhagyarott volt, akkor meg ilyen nagy autók használtak arra, hogy bementek, ott megtértek minden, és összetörték több alkalommal. Így most be van kerítve, virágágyás van, le van piskótázva. Tényleg látszik, hogy valakihez tartozik, egy ápolt dolog. Ott másik pályázatok pedig teljes mértékben közösségépítők, úgy a művelődési otthon, úgy a tűzoltó felszereltség, mint a piac, az mindenképpen arra van, hogy a Csíkdanfalvát lakhatóbbá tegyék, de ugyan az embereket is egymáshoz közelebb hozza, mind olyan helyek, ahol tudnak találkozni piacon is. Ez volt az elsődleges szempontunk mindenképpen. Műsorunkat a Csík Líder Egyesület támogatta. Szinte naponta jelennek meg új vetőmagok és gyümölcsfajták. A vegyszerek neve és hatóanyaga is folyamatosan változik. Új megoldásokat és technológiákat dolgoznak ki az élelmiszer feldolgozásban is. Ha valaki manapság eredményesen szeretne gazdálkodni, akkor naprakész szakmai eligazodásra van szüksége. Ebben segítenek a Mezőgazda kiadó könyvei, melyeket megvásárolhatnak a csíkszeredai, a marosvásárhelyi, a székelyudvarhelyi és a sepsiszentgyörgyi merkuráruházakban, vagy megrendelhetik a 0735 206 330-as telefonszámon. Kérjék és lapozzák a kiadó katalógusát is. Műsorunkat az Alutus Régió Egyesület támogatja. A nagybaceni közbirtokosság 2000-ben alakult, tehát a román kormány hozott egy törvényt, a 2000/1-es törvényt, ami szerint őseink tulajdonát, összegyűjtött tulajdonát visszaadták az embereknek. Ezt a 2000/1-es törvény engedte meg. Ezzel a törvénnyel a nagybaconi közbirtokosság visszakapott 1100 hektár erdőt és 900 hektár legelőt. Ezen gazdálkodnak. Tulajdonképpen a közbirtokosságnak milyen lehetőségei vannak, hogy a tagságnak, a birtokosoknak megfeleljen? Hát a közbirtokosságnak lehetőségei vannak, tehát az erdőből mindenképp a közbirtokossági tagoknak osszuk ki a fát osztalékba, tehát mindenkinek a joga szerint osztunk évente fát, tehát attól függ, hogy kinek mennyi a joga, azt szerint kapja a méter fát, a tulajdonosok egy része a fát hazaszállítja, vagy a közbirtokosság hazaviszi azoknak az időseknek, vagy azoknak, akiknek nincsen hazafuvarozási lehetőségük, hazaszállítsa pénz ellen értékében. És a legelő? A legelőt az állatok legeltetésére használjuk, tehát Nagybaconban, mint tudjuk, tehát Románia szinten, ország szinten is baconközség áll első helyen szarvasmarha és jutartás szempontjából, tehát egy lakósra ráosztva a legtöbb állat ország szinten Nagybaconban található, tehát a legelőink nagyon jól ki vannak használva, sőt nem is tudunk annyi legelőt biztosítani, hogy a nagybaconi gazdáknak elég legyen, még a szomszédos közbirtokok legelőin is legéltetnek a nagybaconi gazdag állatokat. Ez mit jelent úgy számokban? Hány tehén, hány jó jut egy lakosra? Hát ez nagyjából a községre 2000 darab szarvasmarhát jelent, tehát fejős tehenet, ezen kívül egy olyan 1800 növendék és 10000 feletti a jó létszám bacon község területén. És a községnek hány lakosa van? A községnek 3600 lakosa van. Ez egy érdekes számok. Tulajdonképpen ezen ugye, hogy gazdálkodni manapság, hát gépesítés nélkül nehéz. Ugye saját forrása is van a közbirtokosságnak, de nem árt figyelni a pályázati lehetőségekre. Itt most a Líder kapcsán pályáztak. Mire?
Igen, tehát a LIDER kapcsán pályáztunk egy traktorra, gépekre, de elmondanám azelőtt, hogy mi ezelőtt 5 évvel vásároltunk egy Deutz-Fahr traktort, ami mellett itt állunk, itt van mellettünk ez a gép. Ehhez a géphez vásároltunk EKI-t, legelőpucollót, remorkát, amivel szállítsuk a fát, trollit, amivel kitermeljük a fát. Én úgy gondoltam, hogy Nagybacomban rengeteg gép van, tehát ez az egy traktor nekünk bőven elég lesz arra, hogy a közbirtokosság munkáját elvégezzük, de mint bebizonyosodott, ez az egy gép a közbirtokosságnak nem elég. A közbirtokosságnak 506 tagja van, ezeknek a tagoknak is végzünk munkálatokat, és szükségét láttuk még egy rendgépet megpályázni. Ezt a rendgépet a LIDER keretén belül pályáztuk meg, tehát a LIDERről azt kell tudni, hogy ez egy helyi kezdeményezés, tehát alulról jövő kezdeményezés, tehát én jobbnak látom a helyi gazdákat, arra is kérem, hogy ebben a LIDER egyesületbe pályázzanak, mert a LIDER egyesületnek van 2 darab irodája, egy található Baróton, egy található, tehát Sepsiszentgyörgyön Olt mentén. Ebben a 2 irodában tehát a gazdák mindenképp magyar emberekkel beszélgetnek, helyi emberekkel beszélgetnek, tehát mindenképp a segítséget én úgy gondolom és tudom, hogy jobban megkapják, mint az országos rendszerben. Ez a LIDERnek van egy közösségépítő szerepe is, igen, és van egy hát vidékfejlesztési, tehát a vidéket támogató szerepe is. Úgy látja, hogy a LIDER beváltja az elképzelést? Tehát azokat az ötleteket, amit alulról hoznak a gazdák, a falusi emberek, azokat tudja támogatni? Igen, én úgy látom mindenképp, hogy hosszú távon beváltja az ígéretet. Ezt bizonyítsa az is, hogy MAN polgármesteri hivatalok, egyesületek kaptak meg gépeket, tehát több polgármesteri hivatal kapott meg MAN gépeket. A Nagybaconi polgármesteri hivatal kapott meg gépeket, megkapott egy rend új fúvós hangszert, amit tehát összegyűjtöttünk gyerekeket az iskolából, hogy a Nagybaconi fúvószenekarban a tagok már nagyon idősek, hogy fiatalítsuk a zenekart. Tehát azt mondom, hogy itt már nagyon látszik ennek a dolognak a bizonyító értéke, hogy mindenképp érdemes a LIDER-t fenntartani, továbbvinni és a LIDER-be pályázni mindenkinek. Mikor a várható, hogy megérkezik ez a traktor? Hát én gondolom, hogy 2-3 hónapon belül mindjárt fogunk tudni dolgozni ezzel a traktorral, és ezekkel az új gépekkel, amik még jönnek a traktorhoz. Mivel gazdálkodik? Juhok vannak, hazai derkajuhok, és keresztezni próbáljuk az angol szafolk berbécsekkel. Ez azt jelenti, hogy egy kicsit a húsformát szeretnék javítani. Igen, a hús irányába próbálnánk elmozdulni, tehát a hagyományos juhászatot úgymond egy kicsit próbáljuk hanyagolni. A tej nincs ára, nem értékelik? A tejjel az én meglátásom szerint az az egyik fő gond, hogy maga az értékesítés is. Tehát úgy sajtban, mind a tejet eladni, nagyon, tehát nagyobb a költség, mint ami hasznot hoz maga a fejé, és ami a tájjal járó gondokat. Tehát az a táj nem biztos, hogy visszahozza azt a költséget, amit bele kell fektetni ahhoz, hogy értékesíteni lehessen a tej. És így, hogy jogi személyek vagyunk, így plusz még egy. Tehát az adminisztráció jóval több, mint egy fizikai személynek. Földjei megvannak, a háttér megvan a takarmánykészítéshez? Hát igen, bérelt földek, saját kevés van, de nem, megvan, amíg az állatokhoz kell, megvan, legelő is van, 70 hektár legelünk, bérelünk, szántóföldet művelünk egy olyan 10 hektárt körülbelül, amin termelünk kukoricát, vetett takarmányt, lucerna, herá. Most próbálkozunk szarvaskereppel, búza van, zabosborsú, zab. Fejleszteni is gondolkodott azon, hogy fejleszt
milyen irányba látja a fejlesztést? Hát a gép irányba mindenféleképpen, tehát jó működő gépek nélkül nem lehet fenntartani a gazdaságot ilyen árak mellett. Hát a pályázat segítségével vásároltuk a hátam mögött látható trágyaszórót. Még tervünk van egy traktort és egy kisebb traktort vásárolni, hogy legyen egy kicsit, tehát legyen egy olyan pótraktorszerűség, hogyha a szezonban valami olyan nagy defektbe álló egy traktorunk van, akkor egy kicsit tudjuk helyettesíteni a másikkal. Ez azt jelenti, hogy gépesítve lehet boldogulni itt is? Hát igen. Tehát ilyen szintén akkora földeket művelni, tehát akkora mennyiségben a fizikai erőt, azzal nem lehet fenntartani egyszerűen. Akkora a költségek, hogy nem lehet úgy fenntartani a gazdaságot. Gondolom, hogy nehéz is embert kapni az állatok mellé. Az emberekkel is gond van. Akik úgymond értik is, azok vagy nem szeretik, vagy megunják, vagy egyet gondolnak, és külföldre mennek, olyan értelmetlen okoké, hogy öt lájjal többet kap, vagy tényleg az ember sokszor nem kap magyarázatot arra, hogy miért mennek el, mert egyszerűen nincs. Úgyhogy. Ez a trágyaszóró akkor a szántóföldi növénytermesztéshez ad segítséget. Igen. Hát tavasszal kiszedjük innen a trágyát a dalomba, az istallóból, kihordjuk csomóba, őszig érleljük 6 hónapot, és a szántás előtt szórjuk ki a szántóföldekre, és akkor szántsuk bele a földbe. Tehát figyelni kell a gazdálkodónak, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak. Igen. Hát mindenféleképpen, hogyha az ennek a végére érhetünk a mostani pályázatnak, még mindenféleképpen szeretnénk egy traktort mindenképpen szeretnénk még vásárolni, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Ez a gazdasági méret, ez megadná egy családnak a megélhetését? Hát így, ahogy most mi vagyunk, még nagyon nehéz, még elég kicsi, ami azt tudom mondani, hogy ez tiszta jövedelem, úgyhogy még kell, még mindenféleképpen fejleszteni kell az állatokat nagyobb létszámra, mert így az kicsi így ebbe a jövedel. Ezek a líder pályázatokat, ha nézegeti, ez ad lehetőséget majd? Hát szerintem mindenképpen igen, mert beszéltük volt is a Zoltánnal is, hogy milyen lehetőségek lesznek majd a jövőben. Én mindenképpen velük gondolkozok, nagy segítségek voltak, sok mindenben segítettek, csak nem úgy voltunk, hogy az ember belevágsa, se tudja, hogy mára van jobbra, vagy mára van balra. Nagyon sok segítséget kaptunk tőlük, úgyhogy mindenféleképpen velük szeretnénk tovább is pályázni, hogyha elérünk oda. Műsorunkat az Alutus Régió Egyesület támogatta. Növényeink védelme a legkisebb kertben, de még a lakásban, az erkélyen is gondot jelenthet. Hogyan, milyen szerrel, mikor próbáljuk meg kezelni őket, ha azt szeretnénk, hogy újra viruljanak? Ez a Gazdakon illusztrált könyv megismertet a növényeken tapasztalható tünetekkel, a károsítókkal, az ellenük való legújabb védekezési módszerekkel, növényvédőszerekkel. A növények és a károsítók tudományos nevének listája a szakembereknek nyújt segítséget a gyors keresésben, de a könyv a kezdőkertbarátoknak, a gyakorló kertészeknek is szól, hogy elsajátíthassák a növényvédelem ma már számukra is nélkülözhetetlen ismereteit. A könyv megrendelhető a tájképkukac.rd.tv e-mail címen, vagy a 0735 206 330-as telefonszámon. Műsorunkat támogatta a Góbé Termék és az OTP Bank. Agrárhitelekkel virágzik az üzlet.